Jó reggelt! 6 óra 12 van, és a felszerelésem már a biciklin. Még a nap is alig kelt fel, én már is úton. Hogy mine? Azt még én sem tudom. Hisz a mai cél eljutni az albánai Skoderből a montenegrói bárba, ami alig több mint 60 kilométer. Ma átlépem a montenegrói határt, majd felmegyek egy 200 meteres hegyre, majd legulok bárba, ahol bevárom a családom. Albániában az utolsó kilométereket teszem meg, és búcsúként egy sztorit mesélnék el élőben. Reggel tolom ki a kempingből a biciklimet, az kéri a faszja izét, hogy befizettem a számlát, vagy a kempingdíjat. Míg jó, hogy tegnap befizettem, és elkértem a számlát, mert eddig sehol nem adtak számlát. Kempingbe még sehol nem adtak a Balkánon számlát. Most adtak először. Míg jó, hogy kértem. A rövid történet után kicsit nosztalgiáznék Albániáról. Az igaz, hogy sok a Mercedes. Ma reggel se kell sokat várni, hogy elmenjen egy mellettem, és még kevesebbet, hogy azonnal szembe a következő. Vannak roppant szegény területek, de roppant gazdagok is. Kutyatámadás tized annyi se volt, mint Görögországban, kivéve az utolsó kilométereken, ahol sajnos csak az akció végén kapcsoltam be a kamerát. Miután felkészültem a kutya támadására, az előttem átsorgó sárgaruhás néni a segítségemre siet, és kővel elkezdi dobálni az agresszív ebet. A blöki az út közepén csámborgó nyájat őrzi, bár ez engem nem tesz nyugodtabbá. A juhász egy kézlegintéssel elnézést kér, majd észreveszem a másik kutyát, de ekkor már felkészültebben nézek szembe a sorssal. Ráirányítom az ultrahangos kutyariasztóm, amitől az ebb farkát behúzva rohan a nyáj után, és már nem gondol a támadásra. De állatos sztori akad itt bőven, pár méter után látok egy lovat sétáltató biciklist, nálunk még kutyát sem szabályos így vezetni, itt meg még lovat is lehet. De láttam itt szamáron közlekedő egyént. Kecskenyájat az út közepén és a hozzátársuló kutyás kalandot. Teheneket, amik nem tudom mit legeltek az aszfalton. Valamint szamarakat, akik a felfelé szenvedést tették érdekesebbé. És egy igazi balkáni fenevadat. Igaz, hogy ez a drágaság már döglött volt, de mégiscsak egy skorpióról beszélek. Albánia részben muzulmán ország erre jó például szolgál a tiranai apró, de fenséges etembé mecset. De búcsúzóul ma reggel hallottam a műezin imára való hívását, az adzán a közeli mecset minaretjéből, miközben két tehenet előzök meg. A két vallású országot jól tükrözi, hogy a falu határán egy képen látható egy keresztény templom és egy mecset is. Szemét sajnos itt is akad csak úgy, mint Görögországban, viszont itt ritkábban, de akkor jóval több. A kukák se túl higiénikusak, főleg, hogy sok helyen folyik ki belőle a rothadt lé. A szállások viszont messze jobbak a görögökhöz képest. A kempingek fantasztikusak, olcsók, és mindegyik adott valami pluszt, amitől sokkal hangulatosabbak is. Az apartmanok nem drágák, annak ellenére, hogy csak beestem foglalás nélkül, bár az tény, hogy némelyik nem volt túl kifinomult. Az ételek nem nagy duranások, és előfordult, hogy a sörhűtőből vette elő a szakács a húst, de jó árban vannak és bőségesek. Az ország valódi vonzereje az egyszerűségéből fakad, bármilyen nemű európai szabványnak fittyet hányva működik az ország. Erre nagyon jó példa az a komp, amiben első nap botlottam. Már maga a szervezet igen egyszerű, a kivitelezésről nem is beszélve. A csigák a földbe ásva, azok a környezetvédelmi szabályok szerint beolajozva. A fadeszkákkal fedett aknáról nem is beszélve. Maga a komp pedig a teljes vízügyi szabályzatnak mond ellent, azzal, hogy semmilyen védőkorlát sem biztosítja az utasokat. De minek is? Ebbe az országban működik, aki hülye, halljon megmondás. A közlekedés valami félelmetes, és most itt nem a veszélyességre gondolok, hanem a káosz hangulatra. Itt normális az autó visszapillantóján, valamint a tangnyilásán deszkákat szállítani. Vagy nyitott ajtóval embereket szállítani, csak hogy meglegyen a kellő szellőzés a buszon. Itt az is normális, hogy akkor előzik a kocsisort, amikor jön szembe egy barom, jelen esetben én. Az utak mentén szinte mindenütt hiányzik az aktafedő, amivel jobb nem is belegondolni, mi történne, ha belehajtana az ember. De az autópálya az igazi játszótér, itt normális a busznak megállni az útszélén és kirakni az utasokat. Az, hogy ott biciklizem, a kutyát nem érdekli, de még a rendőrt se. Az, hogy valaki a pályaszélén a családjával sétál a kezében egy szedresödőrrel, az is elmegy. A dugóban azért rendesen figyelni kell, mivel 6 sorautó simán közlekedik 5 sávon. Itt tényleg igaz a mondás, hogy az erősebb kutya közösül. Ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, amikor egy busz vágott elém a körforgalomban. A vasút hitványabb még a görögöknél is, van, de ritkán és elég silány minőségben. Az ország vadsága mellett az érintetlenségét is meg kell, hogy említsem.
Turista még kevés van, és olyan csodás helyekre barangolhatunk el, mint a Kékszemforrás. Itt Albániában láttam életem egyik leghangulatosabb lejtőit is. Igaz, megszenvedtem ezekért a felvételekért, de megérte. Aznap feljutottam 1030 méterre, ahonnan csodaszép rálátás nyílt a tengerre. A tengerre, ami sok helyen gyönyörű, bár azt meg kell hagyni, hogy ezen a téren a görögök jobbak. Viszont Hellászban nincs annyi bunker, sőt ott egyáltalán nincs. Nem úgy, mint Albániában, ahol 700 000 bunkert építettek, többet, mint lakást. Így bunkerbe lépten nyomon belefuthatunk, akár még az apartmanunk ablaka is egy ilyenre nézhet. Mindent összefoglalva a Sasok földje megír egy látogatást. Személy szerint nekem nagyon tetszett, de nincs időm a nosztalgiázásra, hisz megközelítettem a határt, ahol a kocsisort és a kiregető kisebbséget kell kerülgetnem. A maradék albán lekken próbálom gyors visszaváltani, de kiderül, ezek a bódék nem ebből a célból épültek. Így nincs más hátra, mint belépni Montenegróba. Az ország, ami a 38. az életemben. 38 ország, amit biciklivel hódítottam meg. Így elmondhatom, hogy bebicikliztem a volt Jugoszlávia területére, ahogy a volt albán vezír mondta, a kapitalisták láncos kutyája földjére, innen jött a nap alcíme is. Na meg az első Blöki, aki a gyilkos harapásával szét akarja tépni nyaki ütőremet, de szerencsétlen olyan kicsi, hogy odáig nem ér fel. Montenegró nem sok jóval kecsegtet, ha a kutyás incidenseket nézzük, főleg, hogy most át kell vágni egy szinte lakatlan hegyen. Az ország apró mérete ellenére bőven van látnivalója, amikben most két napig gyönyörködhetek. Hogy pontosan mi a tervem, elmondom a helyszínről. Ez a tervem, hogy Horvátország felé elhagyom ezt az országot holnap után. Ma bárban alszom, holnap a Kotori öbölben alszom, és másnap reggel azonnal elhagyom Montenegrót Horvátország irányába, Dubrovnik felé. A távoli jövő helyett elsőnek a közeljövő döntéseit kell meghoznom. Most egy kérdésem, hogy merre menjek. Bemenjek a tengerpartra, és ott menjek végig, mert ott egy 180 méteres dombot kell megmászni. Viszont maradok ezen az úton, akkor még föl kell menni szintén olyan kb. 180-at, olyan 230 méterre. Viszont az ilyen hegyi szarút. Az rövidebb 20 kilométerrel, viszont hegyi szarú. Úgyhogy még kiderül, nem tudom még, hogy merre menjek. Vagy nem tudom, hogy sorsot húzok önmagammal, nem tudom, hogy vagy. Kőpapírolózok önmagammal, de az is nehéz, mert mindig én nyerem. Jó, hogy majd eldöntöm, merre menjek. Végül úgy döntök, hogy a rövidebb, nehezebb és veszélyesebb utat választom. Hogy miért veszélyesebb? Mert egy hegyi mellékúton megyek a főút helyett, ahol lehetnek kutyák, és egy-két kerítés nem áll a helyzet magaslatán, de még a helyén se. Viszont vérszomjas fenevad helyett csak egy méretes teknőssel találkozok, amit megvárok, hogy átérjen az út másik oldalára. Biztosítom neki a terepet, hogy véletlenül se tapossák el. A természet nem csak a fauna ritka példányaival örvendeztetett meg, hanem a domborzattal is. Látok egy szép sziklát, mely egy kicsit engem a meteorák környékén található kősziklákra emlékeztet. Majd, hogy a wellness hétvégém tökéletes legyen, találok egy kutat, melyből forrásvíz folyik, aminek annyira megülök, hogy táncra is perdülök. De tehetségem nem bontakozhat ki teljesen, mert jön pár autós és egy futó. Ezért csak lemosom magamról az útporát, ami a saját izzadságommal érdekes elegyet alkot. 10 km biciklizéssel átérek a kisebb hegy másik oldalára, ahol meglátom a montenegrói tengert. Kicsit megállok, hogy a látványal a lelkemet melengessem, és hogy ez alatt a lábaim magukhoz térjenek. Lefelé a kanyargós úton a bénázó autók mellett pár vízátfolyás is visszalassít, de a totális akadályt pár érett füge jelenti. Na nem azért, mert megcsúszik a kerék az egyik gyümölcsön, hanem mert ingyen energiaforrás vélek felfedezni bennük. Mivel a földre lehullott füge külső tiszta por, ezért csak a belsét eszem meg. A koszt leszámítva nagyon egészséges, tele vannak sokkal és vitaminnal, de a legfontosabb, hogy tele vannak energiával. Egy közepes füge közel 40 kilokalóriát tartalmaz, magyarán 10-15 darab felér egy kisebb reggelivel. És a földön akad belőle bőven. És nem csak a földön, de a kőkerítés tetején is, aminek még a külseje se poros. A füge sokadék nagy előnye, hogy a nagy része gyorsan felszívódó szénhidrát, ami biciklizés közben jól jön. Egyetlen hátránya, ha túl sokat eszünk belőle, bizony ránk jön a szapora. A hegy másik oldalán végre megpillantom Bárt, ami a mai cél. Tulajdonképpen innen már csak lefele kell gurulni, amit mindenki tud, hogy nagyon élvezek. Bár az út minősége nem teszi lehetővé a felhőtlen száguldozást, de kiérek a főútra, ami sokkal simább. Itt az Erezdel a hajambuli egész a külvárosig tart, ahol egy kisebb dugó lassít vissza, majd a Lankás út. De minek is sietni, hisz még csak 10 óra és a családom valahol távol, még csak most lépte át a montenegrói határ. Így körülbelül van 6 órám teljesen halálulni magam.
Hiába a rengeteg idő, lassan akkor se tudok tekerni, még akkor se a kocsisor hatalmas. Az igazi akadályt az előttem közlekedő autó biztosítja, aki túl későn rakja ki az indexet és túlságosan rám húzza a kormányt. Emiatt nem csak teljesen megállásra késztet, de ékes szavak artikulált kiejtésére is. A találka a kikötőben van megbeszélve, ami a helyi nyelven Luka. De mivel elsőnek nem veszem észre a táblát, mely az általam keresett helyet mutatja, ezért megyek egy újabb kört, amíg mindig balkáni forgalomban. Miután mindent leküzdöttem, 10 óra 6 perckor már a kikötőben. Mondhattam, hogy a mai napot megcsináltam, de a nehezen még csak most következik. Várni 6 órát, amíg megjön a családom. Miután életjelet adtam magamról és közöltem, hogy én már megérkeztem, elsőnek a kikötőt próbálom megismerni. Semmi extra, sok autó, még több emberrel, és persze pár hadihajóval. A tömeget és a mozdulatlan víztükröt megúnva elindultam a várost is felfedezni. A sétány a pálmafáival tetszetős, de a folytatása sem semmi. Bár a strand most még távol van tőlem, de pár méter múlva mellette biciklizek. Megállok, hogy lemossam magamról az útporát, de itt is csak úgy, mint Görögországban a tusoló csak dísznek van. Az egyik zuhanyrózsánál még csap sincs, a másikon van, de abból csak pár csepp víz folyik mutatóba. Az elsőre negatív hangulatú strandon érzékeny búcsút nem veszek, mivel felpattanok a biciklire és keresek egy helyet, ami feldobja a kedvem. Erre tökéletes egy olcsó étterem, amit hamar találok is. Amíg várom, hogy megérkezzen az ebédem, vagy inkább 10 óraim, nézem a csodás tájat. A mögöttem lévő hegyek úgy érzem, magukért beszélnek. Pár perc alatt megérkezik a jéghideg energiaitalom sör formájába, amit mindig óvatosan fogyasztok, nem csak baleset megelőzési szempontból, hanem mert az alkohol felborítja a vércukor szintem, amitől úgy érzem magam, mint akit agyonvertek. De a mai nap már sokat nem kell biciklizni, másrészt hamar megérkezik a plejskavicám, ami pár euró, viszont hatalmas és rengeteg energia van benne. Elég csak ránézni a hatalmas húsra. Elnézést kérek. És nem csak a hús hatalmas, de a sült rumpli is. Az ízletes ebéd után azért bontok egy sört, miközben már az imént említett hegyet csodálom, mely szinte a város arculatához hozzátartozik. Aztán bár számos látnivalói közül megnézek még egyet. Azért csak egyet, mert a többit nem találtam. Ez nem más, mint a Szabornyihrad Svetog Jovanna Vladimira, magyarán a Keresztelő Szent János székesegyháza. A kívül igen díszes épületről már messziről látszik, hogy ortodox. Jó állapotából meg az, hogy nem olyan régen épült. A méretes objektum nem csak kívülről díszes, de belülről is. Az ortodox szentélyekre jellemzően a kupolát bizánci oszlopok tartják és a falak tele vannak ikonokkal. Az ornamentika még a keresztelők ádat sem kímélte. A hithű percek meg a kikötőben töltött pár óra után beesik nővérjem és kit családja, akik a tengert bámulják és nem engem keresnek. Így lomolhatok utánuk, ami a videó minőségén meg is látszik. Szerencsére a közelben leparkolnak, én meg hátulról támadok, a test épségemet nem kímélve. De ők nemhogy kiszállnának és észrevennének, hisz mint egy majom ugrálok az út közepén és integetek. Nem! Ők előveszik a technika koronázatlan szentkirályát, mely társadalmunk gumibotos oszlatója, ami nem más, mint az okostelefon, és felhívnak, hogy hol vagyok? A nagy testvéri ölelést még megelőzi egy überfontos cipőbekötés és egy majdnem halálra gázolás. Pár perc beszélgetés után kiderül, hogy a szállás fent van a hegyen, ahová nem tudok olyan gyorsan felmenni, mint egy kocsi, ezért a családi vita kellős közepén kölcsönösen érdeklődünk közös anyukánk felől. Fent a szálláson egy sör után elszívjuk a békepipát egy zuhany és egy sör formájában. Aztán csak úgy, mint ez a stahonolista macska, nyugovóra tértem.